vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Tisztelt asszony tisztúrhölgy, tisztúrak, elnök úr, tisztelt igazgató asszony, igen tisztelt diákok és kedves szülők hozzátartozók. I. és Gyula szavai dübörögnek a forradalom és szabadságharc üzenetének mai olvasatában. Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. Hiszen mind múlhat egy nemzet sorsa. Kiknek a döntése sodorja a teljes beolvadás felé, vagy hozza el a szuverenitás számára. Két véglet között a nemzetnek választása csak egy lehet, hogy önmagát megőrizze. Hála érzése tartja életben minden egyes hősünk emlékét, akik abban a meghatározó időszakban hittel, elszántsággal védték nemzetünk értékeit, magyarságunk valóját. Legyen a nevük ismert és méltán emlegetett, vagy akár cselekedeteit mögé rejtett. Hála azért, mert a hitük nem maradt néma, hanem eltökéltségük szavakká tettek ki Tisztelt megemlékezők! Kokárda, 12 pont, Nemzeti Dal, Forradalom, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Március Ifjak, Pilvax Káviház, Petőfi Sándor, Jókai Mor, Landerer nyomdája, Nemzetumi Múzeum, Szabadságharc. És sorolhatnánk tovább a hívószavakat, amiről minden magyar embernek ugyanaz jut eszébe, az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk, 1848. március 15-e, és utána a szabadságharc. Ünnepet és megemlékezést is tartunk a mai napon. Ünnepet, mert 176 éve tört ki a magyar forradalom, amely a magyar nép osztrák önkény elleni szabadságharcává fejlődött és megemlékezünk mindazokról, akik részt vettek ebben a harcban, akik életüket és vérüket adták a magyar szabadságért. Idézzük fel azokat a kaposvári meghatározó eseményeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve alakították az 1848-49-es szabadságharc történéseit, hazánk sorsát. 1848 márciusában hozzáláttak a polgárőrség megszervezéséhez. Név szerint nem említhető, de történelmi szerepük szerint megkerülhetetlen helyi lakosok fogtak össze, hogy a városlakókat biztonságban tudhassák. Kaposváron, ekkor még mezővárosban, rokonszerv tüntetést tartottak. Kimertek állni magukért, nemzetükért, nemzetünkért értünk az azóta őket követő utódaikért. Szantus János ügyvéd így emlékezett meg a helyi eseményekről. A posta és a sorsjáték hivatala is a fekete sasát nemzeti lobogóvá váltá fel. Az osztrák kétfejű fekete sas a magyar lobogó lengette posta épületén. Mekkora bátorság kellett ehhez az életveszélyes vállaláshoz? De megtették, mert meggyőződésük szerint a városunkért, a hazánkért cselekedtek. 1848. június 15-én Kaposvárt rendezett tanácsú városán nyilvánították. A az bukását követően azonban a megyeszék helyett visszaminősítették mezővárossá. Milyen döntéseken múlik egy város fejlődése jövője? 1848. szeptember végéig 128 önkéntes honvédet avattak fel a városban. Önkénteseket, akik saját elhatározásból csatlakoztak a szabadságharchoz. Önkénteseket, hétköznapi, mára, 176 évvel később egyenként név szerint nem megnevezhető megnevez, ősöket. Kaposvár 1848 végén még a nagy templom 9 nagy nagyharangját is felajánlotta a haza oltárára, hogy ágyut önthessenek belőle. Micsoda szimbolikus tett. Isten szava nem csak a templomokba, a lövészárok, lövészárokig is eljutott. De a katonák élete az ágyuk számán is múlik. Egyen-egyenként mindannyiunkban ott rejlik a nemzetünk sorsa. Az anyanyelven kimondott szavakban, a hagyományok, az értékek átadásában, a családok összetartozásában, a gondoskodásban, a kultúránk tiszteletében, egységünkért való kiállásban és összefogásban. Kaposváriak közül léptek elő azok, akik 1849 elején az egyik helyi középületről ledöntötték a kétfejű sast, az utcákon pedig kosutpárci plakátokat függesztettek ki. Édes magyar barátim, ne legyetek csüggettek, mert sokkal jobban álltok, mint sem gondoljátok. Ezekkel a szavakkal kezdődött annak a falragasztak a szövege, amely egyik éjjel jelent meg Kaposvár központjában, a császári őrség épületével szemben. Fontos, igen, a császári őrség épületével szemben, hogy azonnal észrevehessék. Nem bujkáltak a cselekvés elől, nem vártak másokra, Nyíltan szembeszegültek a kor hatalmasaival, kockáztatva minden fizikai elvihetőt. Ez azonnal ítélő bíróságot, konkrétan az életüket jelentette. Mindenki egyenként tette, ami tehetett. Hittel, hogy hazánkért, nemzetünkért, magyarságunkért minden szolgálatnak értéke, súlya van. Minden lépés fontos Magyarország jövőjéért soha el nem múló mély tisztelet és hála hőseinknek. Végül pedig hangozzanak el Széchenyi István gondolatai, szívünkre helyezve a felelősséget, múlton nyugszik a jelen, és azon a jövendő. Köszönöm, hogy meghallgattak.